Sziasztok! Mai videónk témája a wagering, vagyis a megforgatási követelmény. Biztosan találkoztál már ezzel a kifejezéssel az online kaszinók világában. Most elmagyarázom, ez mit is jelent valójában. A wagering, vagyis a megforgatási követelmény egy fogadási feltétel. Tehát lényegében egy korlátozás, amelyet az adott online kaszinó szab meg az általa kínált bónusz felhasználásának feltételeként, ha igénybe veszed befizetéskor a bónuszt. De mit is hivatott szolgálni a megforgatási követelmény? A megforgatási követelmény azt hivatott szolgálni, hogy a kaszinó megvédje és bebiztosítsa magát az olyan gátlástalan és vagy rossz szándékú egyénektől, akik pusztán a pénzek megszerzése miatt érkeznek úgy, hogy amúgy egyáltalán nem játszanának az adott online kaszinó játékaival. Tehát a kaszinó a kizárólagos pénzrabló, szerencse és kiskapuhajhász emberektől védi magát ezáltal. Minden egyes online kaszinó által kínált bónuszhoz tartozik megforgatási követelmény, legyen szó befizetés nélküli, kezdő vagy újratöltési bónuszról, vagy ingyenes pörgetésekről. Természetesen léteznek olyan kaszinók is, amik nem szabnak megforgatási követelményeket, de ez egy olyan jelenség, mint tűt keresni a szénakazalban. Honnan tudhatod, hogy mik a wagering, vagyis a megforgatási követelmény szabályai egy adott bónuszra? Mikor igénybe veszel egy bónuszt, tartozik hozzá egy felhasználási feltétel, amit mindig nagyon fontos elolvasni, nehogy valami meglepetés érjen a játék során. Nézzünk pár példát. Vannak olyan online kaszinók, akiknél ha bónuszt veszel igénybe, felső határt szabnak a kifizettethető összegnek, ami azt jelenti, hogy hiába nyersz adott esetben több millió forintot, ha a bónusz felhasználási feltételeiben tegyük fel 800 ezer forintig van maximalizálva a kifizettethető nyeremény, akkor ha teljesül a megforgatási követelmény, ennyi lesz a maximum, amit kifizettethetsz. A legtöbb kaszinóban bónuszpénzzel nem tudsz minden nyerőgépen játszani, vagy nem minden nyerőgépre érvényesül a megforgatási követelmény. Ez egy bevett szokás, viszont ez kaszinónként is eltér. Általában ezzel úgy szembesülhetsz, hogy az adott játékot nem tudod bónuszpénzzel megnyitni, és nem tudsz rajta pörgetni. Az sem mindegy, hogy élő kaszinóban vagy nyerőgépen játszol, illetve hogy mekkora téten játszol. Teljesen más feltételek vonatkoznak az élőosztós játékokra, mint nyerőgépekre. Bónusz esetén a pörgetésenként megtehető tét is maximalizálva van, ez általában 1500 forint vagy 5 euró vagy dollár pörgetésenként. Ha a kaszinó által előírt bónusz feltételek szabályait megszeged, akkor elveszítheted a nyereményedet, mikor kifizetésre kerülne sor. Ahány kaszinó, annyiféle feltétel. Ezért hangsúlyozom, hogy mindig el kell olvasni a bónusz felhasználási feltételeit, mielőtt igénybe veszel egy ilyet. Honnan tudhatod, hogyha igénybe veszel egy bónuszt, akkor mennyi pénzt kell megforgatnod a kaszinóban? Nos, ahogy azt már korábban említettem, ez mindig szerepel a bónusz általános szerződési feltételeiben, de nézzünk egy pár példát. 100% első befizetési bónuszt veszel igénybe 50 ezer forintig, amelynek a megforgatási követelménye 40-szer a befizetés plusz a bónusz összege. Tehát 50 ezer forint a befizetés, 50 ezer forint a bónusz, ezt meg kell szoroznunk 40-nel, tehát 100 ezerszer 40, azaz 4 millió forintot kell megforgatnod ahhoz, hogy a nyereményed kivehető legyen. Következő alkalommal igénybe veszel egy 50%-os újratöltési bónuszt 50 ezer forintig, melynek a megforgatási követelménye 35-szörös a bónusz összegére. Figyelem, itt már csak a bónusz összegére vonatkozik a megforgatási követelmény. Tehát 100 ezer forint a befizetésed, melynek az 50%-a 50 ezer forint. 50 ezerszer 35, az 1 millió 750 ezer forint. Ennyit kell megforgatnod ahhoz, hogy kifizetést tudj kezdeményezni. Az ingyenes pörgetéseknél ugyanez a helyzet. Tegyük fel, kapsz 100 ingyen pörgetést, a 100 darab ingyen pörgetésből nyersz 10 ezer forintot. A felhasználási feltételben 30-szoros megforgatási követelmény szerepelt az ingyenes pörgetésekre. 10 ezerszer 30, az 300 ezer, tehát 300 ezer forintot kell megforgatnod, mielőtt kifizetést kezdeményezhetnél. Foglaljuk össze az elhangzottakat.
Tehát amikor regisztrálsz egy kaszinóba és igénybe veszed a számodra elérhető bónuszok bármelyikét, akkor nagyon fontos, hogy olvasd el alaposan és tájékozódj a bónusz feltételeiről. Ezzel sok bosszúságtól, kellemetlen élménytől, csalódástól kíméled meg magad, hiszen te is tudod, ha valaminek a felhasználási feltételeit elfogadod, akkor avval igent mondasz rá, és később, ha valamit nem tartottál be a feltételekből, akkor az a nyereményed elvesztéséhez is vezethet. Persze, ez nem egy ördögtől való jelenség, ez pusztán azért szükséges, hogy ne tudjanak a játékosok visszaélni a kaszinó pénzével. Semmi sem kötelező, ahogy bónusz felhasználni sem. Ne feledd, az irányítás mindig a te kezedben van. A teljes cikket a megforgatási követelményekről a videó leírásában találod. Játsz felelősségteljesen!